Csontozókat és darabolókat csábítanak Magyarországról holland és német húsüzemek. Szakképzett henteseket keresnek több éves gyakorlattal, alapfokú nyelvtudással. Cserébe fizetik a kiutazás költségét, ingyen szállást biztosítanak, és például nettó 2400-2500 euró per hó fizetést kínálnak az egyik legnépszerűbb állásportálon feladott hirdetés szerint nem nagyon lehet fölvenni nyugat-európai bérekkel a versenyt. Mi azt tapasztaltuk, hogy akár 2500 eurót is meg lehet keresni, ez 800 ezer forint átszámolva. Az európai munkaerőpiacsal kell lépést tartania a magyarországi kereskedelmi láncoknak is. A metró most bruttó 200 ezer forint kezdő fizetést kínál a dolgozóknak, ebből 13. és 14. havid is. Azt írták, ezen felül van a műszakpótlék, a túlórapótlék és egyéb pótlékok. Erre mondott nemet a szakszervezet, ezért a metrónál egyelőre nincs bérmegállapodás, ahogy az ország legnagyobb magánfoglalkoztatójánál a Tesco-nál sincs. Ők azt írták, a 2018-as évre meghatározott 197 forintos legalacsonyabb bér, bérpótlékkal, kafetériával és egyéb juttatásokkal már most is elérheti a bruttó 227 700 forintot. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete máshol, összesen majdnem 80 cég több mint 40 ezer dolgozójának alkudott ki erre az évre fizetésemelést. A legtöbben, ahol lezártuk a tárgyalásokat, ennél magasabb a szám, tehát egy kétszemjegyű béremelkedés van, ahol 16 százalékig is akár felkúszik ez az emelési mérték. A kormány úgy számol, idén átlagosan 8-10 os béremelkedés lesz Magyarországon. Az illetékes államtitkár szerint kevesebben hagyják majd el az országot. Jó szakemberek, nyelvtudással bíró szakemberek, akár kereskedelemben, akár a turizmusban külföldön is kapósak, ez tény, de én hiszem, hogy ezek a bérnövekedések, amelyek nyilván a megállapodáshoz remélem minél hamarabb ha közel lesznek, ezek azért itthon tartanak munkerült, vagy haza is csábítanak. A legutolsó hivatalos adat alapján a betöltetlen állások száma meghaladja a 87 ezret az országban. Ebből a kereskedelem több mint 8 ezres munkaerőhiányjal közjelenleg.